A szabadtéri programokat az égiek húzhatják ketté a következő napokban. Ám miért is ugyanis nedves, aránylag enyhe, labilis levegő lesz felettünk, amely kedvez a gomoly felhőképződésnek, és így a záporoknak, zivataroknak. Az első zivatarokra már a mai délután folyamán számíthatunk, legkevésbé a délalföld nyugati részein. Majd az esti Késő esti órákban akár egy zivatarrendszer érkezhet déli irányból, ez akár az egész országon keresztül haladhat, és csak hétfőn reggelre hagyhatja el az országot. A felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat csongrát és békés megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki. A hétfő estig várható csapadék összegben igen nagy eltérések lehetnek, hiszen a csapadék jellege záporos lesz. Így lehetnek olyan helyek, ahol mindösszesen csak néhány milliméter esik, míg amely területeket jobban érintik az ivatorok, akár 30 milliméter is eshet. A mai maximum hőmérséketek több felé elérik a 25-26 fokot, míg holnap már csak 22 fok köré melegszik a levegő a délalföldön. Kedden átmenetileg kevesebb helyen várható csapadék, mert szerdán ismét kedvezőek lesznek a légkörű feltételek a zivatarok kialakulásához, ez bizonyítja a megnövekvő légkörű instabilitás. A folytatásban pedig mérsékeltem meleg, ám már szárazabb, naposabb jellegű időjárásra számíthatunk, a jelenlegi kilátások szerint vasárnap növekszik meg az záporok zivatarok kialakulásának esélye.